Mindenki kész a gyerekek, már tudjátok nekem mondani, hogy milyen országgal fogunk megismerkedni? Nagyon jó! A mai napon Ecuadorral fogunk megismerkedni, és szeretettel köszöntelek benneteket és a szüleiteket is itt a Deák 17 galériában, a Világjáró Gyerekek programon. Mint ahogy említettem, a mai napon Ecuador lesz a vendégünk. Először egy prezentáció, egy bemutató lesz az országról, hogy jobban megismerjük Ecuadort. Ugye várunk mindenkit szeretettel, hogy mindenféle esőerdőt, pókot, mindenféle csináljuk itt a kézműves foglalkozásokon. És akkor most szeretném köszönteni mai vendégünket, akik nélkül tulajdonképpen az alkalom nem jöhetett volna létre, és nagy minden tiszteltetés, hogy körünk megköszönhetjük az ecuadori nagykövet asszonyt, Maria del Carmen González Cabal. Jó napot kívánunk! Buenos días. Buenos días. Azt jelenti spanyolul, hogy sziasztok, jó reggel. Quiero primeramente felicitar al centro por organizar este evento y agradecer por invitar a la República del Ecuador para esta presentación. Mindenkinek előtt szeretném nagykövet asszony megköszönni a Deák Kulturális Központnak, hogy itt lehetünk, hogy meghívta az ecuadori nagykövetséget. Y voy a presentar los cuatro mundos. Nosotros llamamos los cuatro mundos a las distintas regiones geográficas que tenemos. Ecuador, a négy világországának is hívják, ahogy látjátok, négy különböző természeti tájegységet különböztetünk meg. Van a tener paisajes fantásticos, pero la forma más fácil de entrar a la Amazonía, de los nueve países amazónicos, la forma más fácil es el Ecuador. Ezért, hogyha egyszer szeretnétek megnézni ezt a híres Amazonas folyót és térségét, nagykövet asszony mindenképpen azt tanácsolja, hogy az ecuadori térséget látogassátok meg, mert ez itt a leggyönyörűbb, legsokszínűbb az országok közül. Szervusztok! Jó napot kívánok, kezi csókolom! Én a nagykövet asszony előadásához kapcsolódóan szeretnék néhány csodát elmesélni. Az első csoda, hallottatok és láttátok a filmben is, a vulkánokról. A legnagyobb vulkán Ecuadorban a Chimborazo, és lehet, hogy nem tudtátok, lehet, hogy a szüleitek sem tudták, hogy a vulkánok életet adnak. A tűz kitör a láva, lefolyik a hegynek az oldalán, vagy a tenger alól, mint a Galapagos szigeteknél. A vulkán elkezd kitörni, és a láva a tenger felszínére jön, és alkotja a szigeteket. És néhány ezer, néhány millió év múlva a láva és a vulkáni hamu a legtermékenyebb föld. Törzsek faragják ki az ottani fákból, és nem csak egy csoda van ebben a bemutatott papagájban, hanem két csoda. Az egyik maga a papagáj. A másik csoda az a fa, amiből van. Ez a balszafa. Ezt is szeretném körbe. Képzeljétek el, hogy amikor nincs kiszáradva, akkor ez a kókuszdió gyönyörű szép zöld, nem ilyen ráncos, sima a felülete, és körülbelül 8 kiló.